13. fejezet. Az erdő lovagjával történt kaland folytatása a két fegyverhordozó okos, új és barátságos párbeszédével együtt. Lovagok és fegyverhordozók külön váltak hát, s a szorgák életük folytatását beszélték el egymásnak, gazdáik pedig szerelmüket. A történet azonban előbb a cselédek párbeszédét mondja el, s azután nyomban uraiké következik. Ekép tehát azt mondja, hogy amint a csatlósok kissé félrevonultak, az erdő lovagjának fegyverhordozója így szólt Sanchóhoz: Bizony csak fáradtságos élet ez a mi életünk, pajtás, mert kóbor lovagok fegyverhordozói vagyunk, mi csak ugyan arcunk verejtékével esszük kenyerünket, ahogy a teremtő rámérte ősszüleinkre. De még azt is bátran hozzátehetjük, jegyezte meg Sancho, hogy jégben, fagyban esszük, mert áll neki akárki fia több fagyot vagy hőséget, mint a kóborlovagság nyomorult fegyverhordozói. Egyéb iránt még hagyján, ha van mit ennünk, mert ha van még egy-két karaj, még csak tűrhető a baj. De van ám aztán arra is akárhány eset, hogy 2-3 napig egyéb betevőfalatunk sincs reggelire, csak a fuvalló szél. Mindezt el lehet viselni, és elviselésén lehet segíteni, mondta az erdőlovagjának csatlósa. Ha a jutalom reménye kecsegtet, márpedig ha csak a kóborlovag, akinek az ember szolgál, nem szerfölött szerencsétlen, fegyverhordozóját rövid idő alatt csak megszokta ajándékozni valami sziget kormányzóságával, vagy valami tisztességes grófsággal. Én, vetette közbe Sancho, több ízben mondtam már gazdámnak, hogy megelégedném valamely sziget kormányzóságával. Ő meg olyan nemes szívű, oly bőkező, hogy számos és különböző alkalommal meg is ígérte. Én, mondta a másik, beérném szolgálatom fejében valami kanonoksággal is. Gazdám már ajánlatot is tett egyet, de még miért? Akkor hát, szólt Sancho, kelmet gazdája valami kóbor szerzetes lovag, ezért ajánlhat hűcselédjének e fajta jutalmat. Az én uram egészen világi ember, bár emlékezem, hogy voltak olyan okos, csak hogy azt tartom rosszindulatú emberek is, akik mindenáron arra akarták rábeszélni, hogy legyen érsekké. Ő azonban csak császár kívánt lenni, pedig akkor alig tudtam hová lenni féltemben, hogy utóbb mégis kedveszottyan és felcsap egyházi embernek. Márpedig erre a pályára nekem nincsen semmi hajlandóságom, mert hogy az igazat megvalljam, bár így kívülről magam is csak embernek látszom, egyházi dolgokban hatökör vagyok. Már pedig abban igazán csalódik kelmed, válaszolt a másik, mert nem minden szigetkormányzóság jófajta ám. Az egyik nagyon terhes, a másik igen sovány, a harmadik meg szörnyű keserves, végre még a legrendezettebbel és a legjövedelmezőbbel is annyi teher és alkalmatlanság jár, hogy leroskad az a szerencsétlen, aki vállára veszi. Sokkal többet érne, ha az átkozott szolgálat helyett a magunk házába vonulhatnánk vissza, s aztán olyan kellemes foglalatosságokkal töltenénk az időnket, mint például a vadászat vagy a halászat. Mert ugyan van-e a világon olyan ágról szakadt fegyverhordozó, hogy legalább egy paripája és egy pár agara meg egy horga ne lenne, amivel jól elmulathat odahaza? Nekem ez mind megvan, mondta Sancho. Az igaz, hogy lovam nincs, hanem van olyan szamaram, hogy 2 annyit ér, mint a gazdám paripája, s így süllyedjek el, ha Isten úgy akarja, hát nyomban, ha cserélnék vele, még ha uram 4 mérő zabbal megtoldaná is ráadásul. Kelmet talán tréfára véli, hogy én olyan nagyra szabom a szürkém árát, mert hát szamaramnak szürke a színe. Agár dolgában sem lesz fennakadás, mert van az a mi falunkban annyi, mint a tarka kutya, s én akkor szeretek vadászni, ha más költségére vadászhatok. Igaz lelkemre mondhatom, vette át a szót megint az erdőlovagjának fegyverhordozója, nekem csak ugyanaz a szándékom, hogy farba rúgom ezeket a lovagos bolondságokat, hazamegyek a szülőfalumba, s nevelgetem 3 kis cselédemet, hiszen olyan szépek, mint az igaz gyöngy. Nekem is van 2 olyan, mondta Sancho, hogy bátran bemutathatnám magának a pápának is, különösen a lányom, akit, ha Isten is úgy akarja, grófnévá teszek, akárhogy ellenezze is az anyjuk. S hány esztendős ez a kisasszony, s a jövendőbeli grófné? kérdezte a másik fegyverhordozó. Úgy 15 esztendő körül van, 1-2-vel több vagy kevesebb, mondta Sancho. De akkora, mint valami lándzsa, olyan friss, mint az áprilisi reggel, s erős, akár egy málhás legény. Mind olyan tulajdonság, jegyezte meg az erdőlovagjának fegyverhordozója, hogy nem csak grófnévá lehet, hanem akár a zöld erdők nimfájává is. A szajha fatja szajhája, micsoda ereje lehet a cudarnak? Sancho némileg neheztelően így válaszolt. Nem szajha bizony, de meg az anyja se volt, és egyikük se lesz, amíg én élek, ha Isten is úgy akarja. Skelmed is jobban megrághatná a szót, ha már kóbor lovagok közt nevelkedett, tanulhatott volna tőlük illedelmet, mert az ilyen kifejezéseket én kikérem magamnak. Ennyebe kevéssé tudja Kelmed, felelte a másik, hogy az ember hogyan szokta kifejezni dicséretét. Hát nem tudja, hogyha a bikaviadalon lándzsával ügyesen megszúrják a bikát, vagy általában, ha valakinek jól sikerül a dolga, a köznép csak úgy szokta mondani, ennye adta szajha fatja, ezt ugyan jól nyélbe ütötte. S éppen az, ami megszólásnak látszik, fő-fő dicséret. Inkább tagadja ki fiát, lányát, ha nem úgy csinálják a dolgukat, hogy ilyen dicséretre érdemesek legyenek. Ki is tagadnám, válaszolt Sancho, csak hogy ilyen módon leszajházhatnak Elmed engem, gyermekeimet és feleségemet, mert minden tettük, szavuk nagyon is méltó a dicséretre. Hogy pedig én újra megláthassam őket, kérem Istent, szabadítsa meg a halálos bűnből, szabadítsa meg a veszedelmes fegyverhordozó szolgálatból. Másodszor is elszegődtem, mert egy 100 arannyal megtömött zacskó csábított és ösztökélt, amit a Sierra Morenában találtam egykor. És azóta az ördög jobbra-balra, előttem és mögöttem más sem mutogat, csak arannyal telt zsákokat, úgyhogy lépten-nyomon azt hiszem, csak a kezemet kell kinyújtanom érte, hogy magamhoz ragadjam, hazavigyem, kiadjam kamatra, húzzam a jövedelmét, s úgy éljek, mint valami kis király. Valahányszor erre gondolok, mindjárt megkönnyebbül s elviselhetőbbé lesz minden terhem s fáradalmam, amit amellett a félkegyelmű gazdám mellett szenvedek. Pedig jól tudom, hogy több van benne a bolondból, mint a lovakból. Azért tartja a közmondás is, kincs szeretet, zsákot repeszt. Ha pedig már a bolondok forognak szóban, tudom, hogy az én gazdámnál nincs nagyobb bolond a világon. Csak hogy el lehet róla mondani, a más falát meszeli, a magáé fekete. Mert az én uram kapja magát, s maga áll be bolondnak, hogy megtalálja egy másik lovag eszét, aki elvesztette. Ezt keresi hegyen, völgyön, már pedig nem tudom, lesz-e benne köszönet, ha megtalálja. Talán szerelmes? De még mennyire? Válaszolt az erdő lovagjának fegyverhordozója. Egy bizonyos Casildea de Vandaliába. Tudom, nincsen kegyetlenebb és keményebb szívű asszony az egész világon. Gazdám egyéb iránt nem csak ebben sántikál, vagy egyéb furfangosság is a begyiben, ami majdnem sokára kiderül. Lám, a lónak 4 lába van, mégis megbotlik, jegyezte meg Sancho. Más háznál is csak főznek babot, de nálam mindjárt egész üstel. Több utitársa s kenyeres pajtása van a boldogságnak, mint az okosságnak. De ha igaz, amit a mondás tart, ha van a bajban társunk, akkor ez is vigasztalásunk. Akkor én bízvást vigasztalhatom magamat Kelmeddel, mert szintoly bolondulat szolgál, akár az én gazdám. Bolondnak bolond az, de amellett bátor, folytatta a másik, s ravassága talán még bolondságánál is nagyobb. Már ebben az enyém nem egyez meg vele, válaszolta Sancho, mert benne ugyan nincs egy szikra ravasság se, ellenkezőleg olyan jámbor, mint a birka. Nem árt senkinek, sőt mindenkinek javát akarja, nincs benne semmi rossz akarat. Még a gyerek is elhitethetné vele, fényes délben, hogy éjjel van. És éppen ezért az együgyűségért úgy szeretem, mint a lelkemet, és nem tudok megválni tőle, akármennyi bolondságot csinál is. Mind a mellett, mondta a másik, ha vak vezet világtalant, végül is mindketten verembe esnek. Jobb lesz nekünk idejében továbbállanunk, visszatérnünk a házunk tájára, mert nem jár ám mindig jól, aki mindig kalandot keres. Sancho már egy ideje, mind gyakrabban meg gyakrabban sűrű nyálat köpködött, s úgy látszott, hogy a torka nagyon kiszáradt. Mihelyt a figyelmes erdei fegyverhordozó észrevette, azonnal így szólt. Úgy látszik, annyit tereferéltünk, hogy már a nyelvünk is a szánk padlásához tapad. De van én nékem a nyerekkápára akasztva valami, nem éppen megvetendő, oldószerem. És ezzel fölkelt, s csak hamar jó nagy kulacsborral meg vagy fél röfnyi pástétommal tért vissza. A fél röfnyi nem túlzás, mert akkora fehér tengeri nyúl volt benne, hogy amit Sancho megtapintotta, nem is valami kis fiagidának, hanem valóságos kecskebaknak nézte. S kegyelmed ilyesmit is szokott magával hordani? kérdezte Sancho. Hát hogyne, hiszen talán csak nem álltam be olyan éhenkórász fegyverhordozónak, hogy kenyérem meg vízen tengődjem. Több elemózsiát raktam a nyerekápára, mint akármelyik generális, ha táborba készült. Sancho ugyan nem sokat kérette magát, hanem tüstént hozzálátott, s nyelt a sötétben akkora falatokat, mint az öklöm. Már az igaz, hogy kegyelmet csak ugyan hű és derék fegyverhordozó, szólt azután. Maga a jóság, szívesség, tisztesség, emberség, amint ez a lakoma is tanúsítja, mert ha nem bűbájos mesterkedéssel került is ide, mégis varázslatnak látszik. Ehhez képest én bizony szegény koldús vagyok, a tarisznyámban egyéb sincs, csak valami kevéske sajt, de még az is olyan kemény, hogy be lehetne zúzni vele akármilyen óriás fejét. A sajton kívül valami 4 tucat Szent János kenyér fityegott, ugyanannyi dió meg mogyoró között, és mindennek az uram szűkmarkúsága az oka. Meg talán az a meggyőződése, hogy a lovagrend törvénye szerint a kóborlovagnak egyébbel sem szabad táplálkozni, mint aszalt gyümölcsel, meg mezei gyökerekkel. Igaz, hitemre mondom, válaszolt az erdei csatlós, az én gyomrom ugyan nem érné be papsajtal, vackorral meg erdei gyökérrel. Tartsák ezt meg maguknak, lovak törvényeikkel és szabályaikkal együtt a gazdáink. Egyék meg, ha akarják. Én bizony a nyerekkápára akasztva mindig hordok magammal hideg pecsenyét, meg ezt a kulacsot, és olyan jó barátságban élek vele, és úgy szeretem, hogy napjában 1000-szer is megölelem, megcsókolom. Ezzel aztán oda nyújtotta Sanchónak, aki szájához emelte, és majd 1 óra negyedig vizsgálta a csillagokat, s mikor aztán megelégelte az ivást, féloldalt hajtotta a fejét, s nagyot fohászkodva így szólt. Jaj, a szajha fatja cudarbora! Még a némát is szóra bírja! Na lám! jegyezte meg az erdő lovagjának fegyverhordozója, amit Sancho szajhafattyát meghallotta. Ugye kegyelmed is úgy dicsérte meg a boromat, hogy szajhafattyának mondta. Már, válaszolt Sancho, be kell vallanom, csak ugyan elismerem, igazán nincs benne semmi sértő, ha az ember szajhafattyának mond valakit, ha meg akarja dicsérni. De a Krisztus szerelmére, ugye ez a bor, ciudad reali? Ez aztán borszakértő, kiáltott fel az erdei csatlós. Persze, hogy onnan való, s nem is mai gyerek. Az igaz, hogy helyre egy bor, folytatta Sancho, de hát remélem, csak tart is olyan embernek, hogy a bort meg tudom a bortól különböztetni. Van én nékem a borismerésre olyan helyes természetes ösztönöm, hogy csak a szagáról is megmondom én, hol termett, mi fajta, milyen ízű, hány esztendős, hányszor kell lefejteni, egy szóval mindazt, ami borról elmondható. Ezen azonban nincs mit csodálkozni, mert volt az én családomban apai részről 2 olyan borismerő, hogy külön nem született Lamancsában. El is mondom, mi történt egyszer velük. Borkóstoláskor egyszer megkérdezte tőlük, hogy ízlik a bor, jó-e, rossz-e, nincs-e valami hibája. Az egyik csak a nyelvehegyét mártotta bele, a másik csupán megszagolta. Az első azt mondta, hogy a bornak vasíze van, a másik meg, hogy bőrszaga. Aki a bor volt, váltig állította, hogy az ő hordója mindig ilyen meg olyan tiszta, és nincs rá eset, hogy valaha olyasmit kevertek volna borába, amitől vasíze vagy bőrszaga lehet. De a 2 borismerőnek hiába beszélt, nem tágítottak egy hajszálnyit sem. Idő múltával eladták a bort, s mikor a hordót kimosták, egy pici kis kulcsot találtak benne, keskeny szíra kötve. Ebből is láthatja hát kegyelmet, hogy aki ilyen családból származott, bátran szólhat bármilyen borról. Éppen ezért mondom, felelt a másik, jobb lesz nekünk, ha abba hagyjuk a kalandozást, s ha otthon megvan a kenyerünk, ne járjunk másút kalács után, hanem térjünk haza a magunk kunyhójába, ott is megtalál a jóisten, ha úgy akarja. Már amíg uram Zaragozát meg nem járja, vele maradok, aztán majd meglátjuk. A 2 jó csatlós addig beszélgetett, s addig szopogatta a csutorát, hogy utoljára is az álomnak kellett nyelvüket lekötnie, és szomjukat csillapítania, mert ahogy egészen eloldhassa, arról szó sem lehetett. Így aztán a majd egészen kiürült kulacsot mind a ketten kezükben tartva, szájukban a félig megrágott utolsó falattal szépen elaludtak. S mi egy ideig magukra is hagyjuk őket, hogy elmondjuk, mi történt ezalatt az erdő lovagja és a búsképű között.